Vannak hazai élvonalbeli csapatok, amelyek már nemzetközi kupameccseket játszanak, a többség azonban hazai környezetben vagy külföldön készül az NBA egy augusztus utolsó napján esedékes rajtjára. Utóbbiak közé tartozik a Kisvárda is, amely 25 futballistával utazott el az elmúlt hét elején az ausztriai Jennersdorfba, míg a klub NB3-as csapata a közeli Kaindorfban készül. João Janeiro együttese már túl van két edzőmeccsen, a román élvonalbeli Árges Pitestivel 2-2-re végzett, az orosz első ligás Rosztovot pedig 2-1-re legyőzte a Várda. A kedden a 32. születésnapját ünneplő Rubus Tamás szerint kitűnő körülmények között készülhetnek, és egyre jobban összekovácsolódik a gárda. Komoly ellenfeleket tudunk itt játszani az edzőtáborban, ugye román elsosztályú csapattal is vezettünk, a végén egyenlített a csapat, és az orosz elsosztályú csapatot is meg tudtuk verni, úgyhogy úgy érzem és úgy látom, hogy jó úton jár a csapat. Az új vezetőedző megtalálta azt a felállási formát és a játékrendszert, amiben ez a csapat eredményesen tud játszani, úgyhogy úgy gondolom, hogy rövid idő alatt is, de összeállt a csapat. Az első ausztriai kánikulai napokat követően már kellemesebb időjárásban edzhetnek és játszhatnak a futballisták, ettől függetlenül a nap végén mindenki örül a pihenőnek. Nyilván mindenkinél van fáradtság, edzőmeccsek vannak, napi két edzés, úgyhogy mindenkinek megvan a terhelés. Fáradtság van, de ez teljesen normális a felkészülésnek ezen a időszakában. Ma délelőtt egy erősítő, meg egy medencés edzés lesz, ami talán sikerül kifrissíteni bennünket, úgyhogy rendesen kapjuk a terhelést, de hát ez a felkészülés része. A tavalyi évből kifolyólag azért ellenfelek jobban fognak készülni ránk. Én úgy gondolom, hogy nem lehet más a célunk, mint tavalyi szereplést vagy megismételni, vagy még fölülmúlni. Úgy gondolom a szakmai stáb és a játékos keret is alkalmas arra, hogy ezt a célkitűzést, ezt megvalósítsa. Ez első forduló, ugye Ferencvárossal kezdünk, nem könnyű a sorsolás. Meglátjuk, én gondolom képesek lehetünk a meglepetésre. Kisvárda csütörtökön az izraeli Maccabi Petah Tikva ellen lép pályára, majd pénteken hazautazik a csapat. A bajnoki főpróbát jövő szombaton Budapesten a Győr ellen tartja João Janeiro együttese, majd július 31-én az Üllői úton a Ferencváros ellen már az NBA egy nyitófordulójában lesz jelenésük Rubuséknak.